Miután most már működik a DHCP szerverünk, nézzünk meg egy-két olyan parancsot, amivel megnyitott hálózati kapcsolatokat tudjuk listázni. Az egyik ilyen parancs a netstart. Entert ütve egy kicsit várakozik a gép, és mindjárt kiíródnak azok az információk, még egyszer mondom, ahol a megnyitott hálózati kapcsolatok lesznek kilistázva. Látható, hogy ezekből túl sok mindent nem tudunk kiolvasni, ezért érdemes lenne egy kicsit szűrni, méghozzá kapcsolókkal. Találkozhatunk olyan paraméterrel, például hogy LPTN. Az L ezek közül azt jelenti, hogy lokális, azaz helyi kapcsolatokat jelenti meg, a P az mutatja, hogy a programokat fogja megjeleníteni, a T a TCP kapcsolatot, és az N pedig numerikusan, azaz számunkra érthetően. Itt láthatók a program nevei, hogy látható, hogy milyen portokon figyelnek a programok, például ugye az SSHD az a 22-es porton figyel, és látható, hogy milyen kapcsolaton figyelnek a programok. Na nézzük meg, hogy a DHCP köztük van-e. Látható, hogy nincs köztük. Miért? Azért, mert ugye mondtam néhány videóval ezelőtt, hogy a DHCP az nem TCP porton figyel, hanem UDP-n. Azaz, ezt a parancsot úgy kell ezt megváltoztatni, hogy a T-t, a TCP-t U-ra, UDP-re kell cserélni. Ha most ütök egy Entert, akkor vagy a programok közül keresem ki a DHCP-t, vagy az IP címek után tudjuk azt, ugye a Word dokumentumomból, most egy kicsit lejjebb jövök, ide-vissza, tehát itt látjuk, hogy a szerveren a 67-es UDP porton figyel a DHCP szolgáltatás. Jó, térjünk vissza ide. Tehát 67-es porton UDP kapcsolattal, és ez a 0.0.0.0, ez azt jelenti, hogy a hálózat minden egyes gépét kiszolgálja. Tehát a DHCP itt van. Ezek mellett még más szolgáltatások is vannak, de nekünk most